Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Kronról, az ütemezőről fogunk beszélni. Ez egy periodikusan beállítható, tehát egy periódust beállítasz, azt mondod, hogy óránként fusson le egy parancs, óránként csináljon valamit a géped, percenként, naponként. Azaz azt hiszem mindenki sejti, hogy ez arra való, hogyha van egy rendszeresen ellátandó feladat, amit neked igazából nem kell felügyelni, nem kell ott ülni a géped előtt, azt legyen szíves elvégezni automatikusan, ilyen lehet a mentés, például rendszerfrissítés, vagy akármi egyéb, amihez neked éppen nincs kedved óránként, naponként, vagy akármilyen periódusonként elvégezni, víruskeresés, egyéb ilyen gondolatok lehetek. És miért került ez elő? Ez bizony egy alapparancs, és sokan nem ismerik. Én akkor jöttem rá, hogy bizony nekem természetesen, hogy a Kront azt használom, és hát nem mindenkinek annyira természetes, és sokan úgy vélik, hogy valóban sokan nem használják, nagyon belebonyolítottam a dologba, amikor egyszer rákérdeztem a magyarás telepítése után, hogy hát fiúk, hát a Krón nem működik, illetve nincs telepítve, így pontosabb, és akkor írta vissza az egyik fejlesztő, hogy hát azért nem rakjuk fel a Kront, már nem sokan használják. Nyilvánvalóan biztos igazuk van. Én úgy gondolom, hogy 5 percet, 10 percet, 20 percet érdemes lenne rászánni az életedből, hogy megismerd a Kront, a Krontab szerkesztését, és egyes feladatokat rábízzál a gépedre. Nyilvánvalóan nagyon sok program van, mentési program van, ami grafikus, és ő saját maga automatikusan beírja magát a Krontabba, tehát az ütemezőbe, vagy saját ütemezőt használnak egyes felületeken, de maradjunk annyiba, ez a legegyszerűbb, legkényelmesebb eszköz. Igen, sokan nem ismerik, és szerintem ez óriási kihagyás a lehetőségek közül, és nagy hiba, ha valaki legalább alapszinten nem ismeri, mert jól lehet használni. A beállítása egyszerű. Sokan úgy gondolják, hogy a Krontab beállítása, tehát a Kron feladatok beállítása iszonyat nehéz, mert úgy tűnik, hogy nehéz, pedig ennél egyszerűbb nincs. Igaz, ott láttok csillagocskákat majd, meg jó hosszú parancsort, vagy rövidebb parancsort, és akkor mindenki megijed, hogy Szent Isten, most mi az össz van? Nem. Ennél egyszerűbb, átláthatóbb, jól beállíthatóbb ütemezőt én még nem találtam, bár biztosan létezik. Kényelmes, azaz legyünk már annyira felnőttek Linux vonalon is, természetesen, hogy amit nekünk nem kell elvégezni saját magunknak, azt delegáljuk ki. Mondjuk meg a gépnek, hogy például óránként legyen szíves felfrissíteni a rendszert. Óránként, azt azért mondtam így, hogy óránként, mert én átrendszert használok, és szerettem, hogyha a tárolókból viszonylag gyakran és gyorsan felfrissülnek a dolgok, kényelmes. Nincs ennél egyszerűbb, hogy rábízzuk a feladatot valaki másra. Alapok. Ha nincs fent, telepíteni kell. Általában valamilyen Kron fent van a gépeden, de ha nincs, akkor telepíteni kell. Kiadod a Krontab kötőjel E parancsot a saját felhasználói neved alatt, és akkor ő kérje, hogy bocsi tesó, ilyen nincs. Akkor természetesen telepíteni kell. Ha nincs fent az, amit a disztribútorod felrakott, akkor neked kell eldönteni, hogy melyiket szeretnéd felrakni. Van vagy fél tucat, mondtam egy számot, lehet ám, hogy csak 3 van, de lehet, hogy 20. Soha az életben nem számoltam meg, ma a D-Kront, illetve a Kronit szoktam én használni. Azt telepíted, ami neked tetszik, azaz ki tudod választani. Ha éppen a Kronit használod, nem fogsz benne csalódni, egyszerű, gyors, igazából mindegyik ugyanaz tudja, egyik kicsit többet, másik kicsit kevesebbet, egyéb funkciókat is hozzáraktak, de nyilvánvalóan utána tudsz olvasni. Én a Kronit raktam fel jelen pillanatban. Hogyha feltelepítetted a kedvenc telepítő programoddal, és szeretnéd is használni, akkor beírod, ha systemd-t használ a rendszered, az Arch rendszer azt használja, a Debian azt használja, a legtöbb Linuxos rendszer ezt használja, azaz, hogyha te olyat telepítettél, ami nagyjából olyan elterjedtebb, és nem systemd nélkül itt választottál,
akkor az alábbi három parancssal el tudod indítani, illetve az indítást véglegesíteni tudod. System, CTL, Start, Kronie. Ha más tettél fel, akkor természetesen másik nevet fogsz oda beírni. Ha Kronit tetted fel, akkor ez pontosan működik. Elindítottuk a háttérbe futó folyamatot. Ez nagyon jó dolog, mert meg tudjuk nézni a státusz Kronie parancsal, System CTL, státusz Kronie parancsal, azt, hogy bizony ő neki van-e valami problémája, gyakorlatilag ki fog írni egy-két dolgot, és ahogy majd látod, az én parancsoromba kírja, hogyha ez fut, és akkor ezt meg ezt a dolgokat kiírogatja neked, azaz meggyőződsz arról, hogy bizony ez működik, nincs valami ütközés, feltelepült, minden oké, elindítottad. A System Control Start Kronie parancsal egyetlen egy probléma van, nem probléma, tulajdonság, hogy elindította a háttérbe futó folyamatot, működik is odáig, amíg le nem kapcsolod a gépedet. Azaz, hát nyilvánvalóan egy ütemező eszköz, egy periódikusan ellátandó feladatokat felügyelő démon, azt szeretnénk folyamatosan, automatikusan indítani, természetesen a systemd alatt a systemctl enable kronie, illetve hát a természetesen az általad választott eszköz neve, parancs kiadásával, ő meg fogja csinálni azt, hogy amikor te a gépedet indítod, bizony a Kronie el fog indulni, és a Kronie démon háttérben futni fog, és nem lesz semmi egyéb teendőd. Oké, van már egy ütemezőnk, ami működik. Nagyon-nagyon-nagyon ijesztő beállítású dolgokat fogsz látni, meg hát interneten egy kicsit ijesztegetik is a szegény embert a Kronnal, a Kron démon használatával, illetve a Kron tab beállításával. Nagyon egyszerű. Két út van. Vagy kézzel beállogatod, megtanulod ezeket a beállításokat, ez körülbelül 5 perc, átlagos embernek 5 perc, vagy pedig az interneten keresel egy olyan felületet, programocskát, weblapot, ahol ennél bonyolultabb módszerrel úgy meg fogják tenni neked beírogatás, válogatás útján, hogy bizony, hogy mit kell beírogatni. Ha bonyolultabb a időzítéses feladat, mint amit én elmondok, akkor érdemes a manuált elolvasni, illetve ezeket a weblapokat használni. Én abba az elfbe vagyok már régóta, amit lehet, azt nem bonyolítjuk agyon, azaz itt sem kell olyan gondolatokat tenni, hogy minden óra 27 perc 32 másodpercébe szeretnék futtatni. Egy parancs lefutása véleményem szerint általánosságban óránként, percenként, 5 percenként, minden nap, minden második nap, vasárnap, ilyesmi megadása után bizony szerintem összehozható, nem kell agyon bonyolítani. Tehát én az egyszerűség kedvéért ezt a vonalat fogom bemutatni, azaz a kézi beállítást. A kézi beállításnak két része van. Van a parancs rész, ez lehet egy egyszerű ilyen elérési út, meg egy script vagy parancs beírása. Ez ugyanaz, mint hogyha te parancsorból elindítanál valamit, és lehet ez jó hosszú, majd mutatok példát rá, például a mentési eszközömnek a krontabba beírt cucca, az jó hosszú, tehát nem kell megijedni, gyakorlatilag a második része egy sima parancs, aminek azért jó lenne, hogyha pontosan adnád meg az elérési útvonalát, mert különben nem fogja ő tudni megtalálni. Én azt az elvet követem, hogy explicit az elérési utat megadom, és így biztos 101%, hogy megtalálja, hiszen a home, azaz a saját könyvtár, Laci, ez meg én vagyok, bin könyvtáromba a confment sh bizony megtalálható, egyértelműen az elérési út megvan adva. Az előtte lévő rész nagyon-nagyon egyszerű. Megadjuk, hogy melyik percben szeretnénk futtatni, azaz ez a jelölés azt jelenti, hogy minden óra 31 perckor lefusson ez a script. Azért 31, hogy ne ütközzön másik parancsal, azaz jó lenne,
hogyha nem úgy állítanál be valamit, hogy minden script egyszerre fusson le, bár ezt kezelni tudja, tehát ezzel nem lesz gond, de én úgy gondolom, hogy jobb szétszórni a parancsokat időben. Azaz első bejegyzés, azaz perc, nyilvánvalóan 0-59 közötti számokat érdemes beírni. A második, ahol most csillag van, a csillag természetesen azt jelenti, hogy minden adott órában és adott percben fusson le. Tehát azt jelenti, hogy reggeltől estig minden óra 31 perckor le fog futni, a hónap napja 1.31, tehát hogyha valamit elsőjén szeretnél elvégeztetni, akkor ide beírod a harmadik helyre, hogy 1, és akkor minden hónap első napján le fog futni. Érdekesség, és utána kérnék nézni, de mi van akkor, hogyha 31-et írok be, és 28 napos a hónap, de bevallom őszintén, ennyire nem szoktam bonyolítani. A következő 1-2-3-4. Csillag, ami azt jelenti, hogy bizony melyik hónapba fusson le. Hogyha szeretnéd az, hogy januárba fusson le valami, akkor természetesen beírod, hogy 1, és akkor január az az első hónapba fog lefutni. A következő, a legutolsó bejegyzésbe azt tudod megadni természetesen, hogy a 7 napjai közül melyik nap fusson le. Angol rövidítést is használhatsz, de én bevallom őszintén, jobban szeretem a számokkal megadni. Azaz, hogyha azt szeretnéd, hogy vasárnap fusson le valami, minden óra 31 perckor, akkor bizony beírod, hogy 0, és az utolsó csillag helyett egy 0 lesz, és akkor csak vasárnap fog ez a script lefutni. Azaz, meg tudod adni az első számmal, vagy csillaggal, hogy bizony mikor, hányadik percbe fusson le. Hogyha azt szeretnéd megadni, hogy minden percben lefusson, akkor itt is hagysz egy csillagot, például a script ezt fogja csinálni, tehát ez egy érdekes dolog, hogy percenként le tudod futani, majd utána megadod, hogy melyik órákba szeretnéd ezt lefuttatni. Ha te azt szeretnéd, hogy 12-kor, 13-kor és 14-kor fusson le ez a script, akkor beírod, hogy 12 vesző, 13 vesző, 14 vesző, és ez adja meg neki, hogyha felsorolsz az adott helyen valamilyen értékeket, hogy azokban az órákban, vagy azokban a napokban fog lefutni. Nagyon egyszerű. Ha azt szeretnéd, hogy vasárnap és hétfőn, akkor az utolsó hely 0 vesző 1. Elsőjétől 15-éig fusson le valamelyik, azokon a napokon fusson csak le, akkor nem kell megadni, hogy 1 vesző, 2 vesző, 3 vesző, hanem 1 kötőjel 15, és akkor ő tudja, hogy 1-től 15-ig napig, vagy óráig, vagy egyéb ilyen hely szerinti értékben fusson le a dolog. Tehát meg tudod adni az elsőnél azt, hogy melyik percben, melyik órában, melyik nap, a hónap napján, melyik hónapban, illetve természetesen a 7 napjai szerint is meg tudod adni, hogy mikor fusson le, hogyha azt szeretnéd, hogy minden adott érték szerint lefusson, akkor ott hagyod a csillagot. Van két olyan dolog, amit érdemes tudni, a kukac, tehát ez a, amit az e-maileknél használunk, rebot, az azt jelenti, hogy indulás után fog rögvest lefutni, tehát ha indítani szeretnél egy programot, és nem más módszerrel, tehát nem egyéb autostart módszerrel szeretnél valamit indítani, akkor a rebootot használod, én ezt nem igazán használom. Gyakorlatilag én a ablakkezelőm autostart rendszerébe, illetve egyéb megoldásokba szoktam beírni az induláskor lefuttatandó teendőket. Nyilvánvalóan nem elvárható az, hogyha például minden második percben lefusson valami, hogy te szépen felsorold ide az első helyre, hogy 0, vesző 2, vesző 4, vesző 6, vesző 8. Természetesen nem igazán kényelmes dolog, vagy két óránként szeretnél lefuttatni valamit, akkor úgy jelölöd, hogy nem számot írsz be, hanem csillag minden adott percben, minden adott órában,
per 2. Tehát az azt jelenti, hogy 2 percenként, 2 óránként, 2 naponként, vagy 2 hónaponként szeretnél lefuttatni valamit. Persze természetesen a csillag per egész szám, akármi lehet, 3 percenként is futtathatsz, de ennyi beszéd után egyértelműnek fogod tartani. Azaz a beállítása nagyon-nagyon-nagyon egyszerű. 1-2 dolog van, amire érdemes koncentrálni, azaz a használatára. A használata egyszerű. 3 darab kapcsolója van, amit érdemes tudni. Ebből én azt mondom, hogy pontosan egyet kell megjegyezni, méghozzá a krontap kötőjel e parancsot. Ha nincs, indításkor általában még nincs, tehát ha újra telepítetted a rendszert, vagy most tetted föl a kront, vagy most kezded el használni a kront, akkor bizony nincs kron tabod. A kron tabba van felsorolva sima szöveges fájlként az a parancsor, parancsrész, amit az előbb kielemeztük. Azaz, ha nem létezik, akkor ő ezt egy üres fájlként létrehozza, ha pedig létezik, akkor bizony meg fogja neked nyitni. Ez a legegyszerűbb tesztelés egyébként a kronnak, hogy fent van, vagy nincs, működik, vagy nincs, hogy megnézed, hogy mi van ebbe beleírva. Nagyon egyszerű dolog. Ha nem valami emberbarát az alapbeállítású szerkesztőt, grafikus szerkesztőt ehhez ne használj, jó? Terminálos szerkesztőt kell megadni, akkor a parancsot úgy érdemes módosítani, vagy a megfelelő profilfájba ezt beleírni, hogy export vizuál egyenlő nano MC edit, akármi, ami neked tetszik, pontos lesz, és crontab-e. Ez megmondja a rendszernek, hogy a vizuál változód legyen az, amivel egyenlővé tetted, tehát legyen, mint nálam a nano, és utána indítsd már el a crontab-et. Egyébként ez a legegyszerűbb módszere annak, hogy megváltoztasd az alapértelmezett terminálos, editáló eszközödet, beállítsd, hogy neked mi kell. Nyilvánvalóan ez odáig működik, amíg abba a terminálba vagy. Egyértelmű, így bizony érdemes a profilfájlodba beírogatni azt, hogy bizony a vizuál egyenlő nano legyen. Ilyenről már volt szó, nem jelent ez gondot. A Crontab L kilistázza az aktuális feladatokat. Szerintem totál fölösleges használni, hogyha én azt szeretném megnézni, hogy milyen feladatok vannak a Crontabba, akkor megnyitom, aztán megnézem a saját szememmel. Amit nem biztos, hogy érdemes használni, az a Crontab kötőjel R, mint remove. Törli a Crontab fájt, visszaállíthatatlanul törölni fogja neked. Azaz, hogyha neked olyan érzésed van, hogy a Crontabbal valami probléma van, inkább editáld, azaz nyisd meg Crontab kötőjel elvel, és nézd meg, mi a probléma vele, mert hogyha véletlenül a Crontab R-t teszteled, kipróbálod, vagy vacakolsz vele, a Crontab fájlodat véglegesen törli, és akkor esetlegesen azok is eltűnnek, biztos, hogy eltűnnek, amiket különböző grafikus programok beleírtak. Például a Lucy Backup, azaz az általam használt mentő program beírja a Crontabba a saját dolgait, természetesen, hiszen az futtatja háttérbe a periódikusan beállított feladatokat, bizony azok is eltűnnek, és csodálkozhatsz, hogy miért nincs mentésed. Erre azért figyelj, tehát az R parancsot nem biztos, hogy kellene használni. Az is egy nagyon fontos dolog, hogyha én mind Laci felhasználó vagyok, akkor a Laci Crontabot fogja tudni ő megnyitni, és azt tudom szerkeszteni, azaz Laciként fognak lefutni azok a feladatok. Így bizony érdemes azt is tudni, hogyha rendszergazdai feladatokat szeretnél ellátni, például frissítést szeretnéd automatizálni, vagy a rendszer tisztítást szeretnéd automatizálni, akkor a SU parancsal átlépsz root felhasználóhoz, és akkor mint rendszergazdai felhasználóként egyértelműen a rendszergazdai crontabot tudod megnyitni, azt tudod editálni, és akkor már nem lesznek ilyen jogosultságbeli problémáid, mivel Laciként, hogyha egy frissítési parancsot szeretnék éppen futtatni, akkor az jelszó nélkül hát bizony nem fog lefutni. Tehát ilyen problémákat gondolját.
Laciként, saját felhasználóként, saját feladatokat, saját krontabba. Ha rendszert érintő dolgok vannak, akkor a legegyszerűbb a főnök krontabját, azaz a rendszer gazda krontabját szerkeszteni, és akkor minden parancs rootként fog ott lefutni, és frissítések, mentések, egyéb ilyen rendszert érintő dolgok jelszó megadása nélkül, hiszen az ő jogaival fognak lefutni, meg fognak történni. Azaz figyeljünk rá, mindenkinek a saját krontabjába van beleszólása, máséba nem nagyon. Nézzük is meg, hogyan működik ez a dolog, azaz egy picit játszadozzunk vele. Első lépés, ahogy mondtam, győződjünk meg, hogy fut-e a kron, azaz működőképes rendszerünk van-e. Ha nincs feltelepítve, ha nincs beállítva, vagy valamilyen problémája van, ezzel a parancssal a systemd-t használó rendszereknél azonnal hibajelet kapunk, azaz odafigyeljünk arra, hogy mi akármit írogathatunk, mi akármilyen grafikus programot használhatunk, ami a krónba szeretne írogatni, de nincs fönt a krón, akkor természetesen ő nem fogja tudni ellátni a feladatát. Azaz mindenképp első lépés legyen ennek a parancsnak a begépelése, ami az volt, hogy System Control Status Cronie, illetve a te cron démonodnak a neve. Meg is nézzük, mit mutat. Természetesen, ami számunkra nagyon fontos, hogy aktív legyen, fusson. Tehát ennél több jelen pillanatban nem kell. Ezekkel nem kell törődnöd. Jelen pillanatban az alábbi egyszerű dolgokat írogatta ki, hogy eddig mit csinált, milyen felhasználói névvel és milyen eredménnyel. Természetesen itt volt egy tesztelési folyamatom, hogy egy tesztet lefuttattam, hogy az a parancsor valóban működik-e, amit mindjárt be fogok nektek mutatni. Azaz első lépés, meggyőződünk, hogy aktív-e a krónunk, és hogyha aktív, akkor természetesen már editálni is tudjuk. Krontab-e. A saját felhasználói nevem alatt lévő krontabot szeretném szerkeszteni, ami nagyon egyszerű, beírom, hogy krontab-e. Megnyílik az alapértelmezet, én már beállítottam a kedvenc nanomat, megnyílik nanóval a krontabunk, és enter, megnyílik. Lehet látni, hogy a mentési script az elég hosszadalmas, és gyakorlatilag nagyon sok minden tartalmaz, ezt a gép írta be, amikor elindítottam a mentési grafikus programot, beállogattam, mit, hova és hogyan mentsen, be van állítva, hogy 0 perckor, tehát minden óra kezdetekkor elméletileg, ezen egy kicsit finomítottunk, 7-es, 12-es és 16-os órakor fusson le a mentés minden nap a hét, minden napján, minden hónapban, azaz naponta 7-kor, 12-kor és 16-kor 0 perckor fog lefutni. Természetesen itt felsoroltathattam volna vele az, hogy 7 vesző, 12 vesző, 16. Ez egyértelmű, de nekem átláthatóbb több esetben az, hogy így egymás után kirogatom, és akkor nincs hosszú beírás, és nem olyan ijesztő a dolog. A következő, amit már ismertek, hiszen ez volt a bemutatott példa, minden nap, minden héten, minden hónapban, mindenkor 31 perckor fusson le nekünk az adott parancsunk. A következő, amit beszeretnék mutatni, egy teszt folyamat, azaz, hogyha neked még nincs gyakorlatod a krontab szerkesztésébe, és kíváncsi vagy rá, hogy ez valóban működik-e, azaz a kron rendszered valóban működik-e, akkor megadod azt, hogy csillag, 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 5 darab csillag, date. Beírod, hogy date parancs, és teszel 2 darab kis kacsacsört, és utána beírod, hogy perjel, home, perjel, saját neved, felhasználói neved, Laci, és test.txt. Ez nem fog semmi más csinálni, csak minden percben le fogja futtatni a date dátum parancsot saját alapbeállításokkal, majd ezt átirányítottuk, volt már az átirányításokról szó, ebbe a szövegfájba, abba a szövegfájba, amiben szeretnénk átirányítatni, átirányítjuk, és utána lementjük. Természetesen itt Ctrl-O-val kiiratjuk, hát megkérdezi, hogy azért menteni szeretnél-e. Igen, menteni szeretnék,
ki szeretném iratni a Cron tabot, és utána Ctrl-X-el kilépünk. Az, hogy neked hogyan kell kilépni, hogy hogyan kell menteni, az a te saját szerkesztőtől függ. Én ezt szeretem, a nanót, az nekem kézre áll, megszoktam, de akármelyik nem grafikus felületűt használhatod. Gyakorlatilag a nano, vagy az MC Edit, vagy VIM, vagy amelyik éppen neked tetszik, meg fog felelni. Elindult a Cron tabunk, egy picit érdemes várakozni, hogy hát elkészítse ezt a fájlt, és utána szépen percenként abba beírogasson. Azért volt kettő darab kacsacsőrod, hogy egymás után, amikor lefut percenként a megadott parancs, azaz a date parancs, akkor természetesen beleírja a következő sorba az adott időpontot. Ez egyébként nagyon kellemes tesztelési lehetőség, próbálgatási lehetőség a Cron tabnak, így meggyőződünk különféle probléma nélkül arról, hogy ez valóban így működik-e. Hát egy picit várni kell, pár percet azért várok, nyilván azt kivágom a videóból, megnézzük, hogy valóban beírogatta-e oda, amit kell, és működik-e a dolog rendesen. A következő feladat természetesen az, hogy rendszergazdai feladatokat rábízunk a Cron tabra. Ezt sokan vitatják, sokan másképp gondolják. Van, aki azt mondja, hogy az ő rendszerében ez így igazából nem működik, nekem Arch Linux alatt, hiszen tudjátok, hogy magyar Arch-ot használok, eddig problémám a főtárolókból való frissítéssel nem volt, azaz nem öngyilkolta le egy frissítés után a rendszer saját magát. Én az utóbbi időben, bár erre már ajánlottam egy scriptet, azt nem használom, ami logolja meg egyéb ilyesmiket csinál a frissítésekről, eddig nem volt problémám. Mindenki a saját felelősségére, a saját józan belátására hagyatkozzon. Én úgy gondolom, hogy nekem ez bevált. Első körben elmegyünk felhasználóként a root, azaz rendszergazdai jogosultságú root felhasználóhoz, su parancsal tudjuk ezt megcsinálni, beadjuk a megfelelő jelszót, megpróbáljuk nem elgépelni, ahogy látni, új promptot kaptam, ami azt jelenti, hogy ide szépen ki van írva, hogy root, és utána beírjuk azt, hogy cron tab e, és ennyi. Van valami változás fizikálisan, hogyha ugyanaz a beállított szerkesztő programunk, mint az előzőnél? Nincs, de arra nagyon figyelj, sok normálisabb grafikus program más szint ad a kiírásnak vagy a fejlécnek, akkor, hogyha te rendszergazdaként vagy belépve, itt nem. Azaz, nagyon oda kell figyelni, hogy rendszergazdaként vagyunk bent, és fontos feladatokat látunk el. Ezért én úgy gondolom, hogy érdemes minden parancsot előtte kipróbálni, majd elrakni egy szövegfájba, és utána bemásolgatni ide. Azaz nem begépelünk egy hosszú összetett parancsot, hanem egyértelműen kipróbáljuk, elmentjük a parancsot, fix, hogy működik, és utána másolással oldjuk meg a gondolatokat. Első körben természetesen azt kell megadni, hogy mikor szeretnénk frissíteni. Én úgy gondolom, hogy frissíteni minden óra, minden nap, és mindig folyamatosan a hét összes napján, a hónap összes napján legyen szíves felfrissíteni óra, egy perckor. Azért egy perckor, mert esetlegesen más feladatokat, mert vannak ilyenek, ezt kitöröltem természetesen előtte. Az én Cron tabomat, annak nincs értelme, hogy csak mutogassam, és utána azt látjuk, hogy jó évben van írva. Én azért szeretem bemutatni, hogy beírod, és nem egy agysebészet. Azaz rendszer frissítést szeretnénk elvégezni, ami igazából nem egy nagy dolog, a pacman parancsot fogjuk felhasználni, természetesen, mert Arch alatt vagyunk, kötőjel S, Y, U, ennyi az egész. Van ezzel valami probléma? Véleményem szerint nincs. A következő feladat, amit el szeretnék láttatni vele, de gyakorlatilag ezt nem szeretném óránként lefuttatni, mert teljesen fölösleges, minden 12 órakor, tehát déli 12-kor fusson le egy tisztító folyamat, ami azt jelenti, hogy 2 perckor,
12 órakor, és 1, 2, 3 darab csillagocska. Ez egy egyszerű tisztító parancs, gyakorlatilag nem okoz senkinek a feloldása, megértése, problémát, pac, chase, kötőjel, RK, 2. Ha véletlenül valóban nem tudom, hogy automatikusan fölrakja-e, vagy nem, nekem a szkriptes telepítésbe 100%-osan felkerül a patch, nincs fönt, rakd fel, nézd meg majd, hogy mit jelent. Én ezt el szoktam végeztetni. A következő feladat annyi, hogy szeretném én kitisztítatni a rendszeremet a feleslegessé vált függőségektől. Ez árcsalat majdnem atombiztos, ezzel nem volt nekem problémám. Ha másfajta rendszert használsz, gondold át a használatát, mert más rendszer alatt problémákat szokott okozni, amikor árva felesleges függőségeket el szeretne tüntetni az ember automatikusan, nem biztos, hogy pontosan ugyanígy fog működni. Természetesen ugyanekkor lefuttatom ezt a parancsot, odafigyelünk, hogy 1, 2 és 3 csillagocska. Szintén beillesztéssel fogom megoldani a parancs elhelyezését, ez a legbiztosabb, ez azért összetettebb, lehet látni, hogy különböző kapcsoló hegyek vannak itt. Igazából nem szeretnék én elgépelni valamit, kipróbáltam, működik, és természetesen oda tesszük, hogy Noton Firm, azaz engedélyezés nélkül fusson le a parancs, mert hogyha csak az előbb beillesztett részt tennéd be, akkor ő parancsra, engedélyre várna, vagy nem futna le. Természetesen, hiszen nem terminálba fog ez lefutni, és nincs lehetőséged Y-t, illetve I-t ütni akkor, hogyha leszeretnéd futtatni, eltüntettetni, leszedetni azokat a csomagokat, amik fölöslegessé válnak. A következő gondolat, amit szeretnék bemutatni, ugyanebben az időben 2 darab a naplókkal kapcsolatos teendőket szeretnék elvégeztetni, de ezt kizárólag nulla napkor. Nézzen utána mindenki, hogy mit jelent a nulla nap, és bemásolom szintén a két parancsot. Egyik azt jelenti, hogy vákumozza össze a Journal Controlnak, a journalnak, a naplózásnak a fájljait 50 megára, ez nekem bevált, itt is, meg ott is be van állítva, és ugyanekkor még egy feladatot szeretnék lefuttatni, különben ezek villámgyorsan lefutnak, odafigyelünk, hogy megfelelő mennyiségű csillagot elhelyezzünk, és megint azt mondom, hogy másolással és beillesztéssel használjuk a parancs kiadását, vagy a parancsok beírását, ne irogassunk, főleg olyanok, akik 2-3-4 ujjal gépelnek, mint én, mert elüthetjük. Én minden parancsot kipróbáltam, működik, szépen működik, nincs vele probléma, bekerülhet. Arra figyeljünk, és felhívtam itt is a figyelmet, hogy azért más, ha terminálba kiadsz egy parancsot, és bekéri azt, hogy hát valóban ezt szeretnéd, vagy nem, igen, vagy nem, vagy egyéb válaszadása, itt nincs lehetőség. Itt a NoConfirm más programoknál esetleg más kapcsolóval ki tudjuk iktatni az ellenőrzést, a kontrollt, amit te elvégezhetnél. De ezt csak akkor végezd el, akkor adj ki automatikusan egy parancsot egy időzítőbe, amikor 101%, hogy az neked jól működik, és biztos vagy benne, hogy ez így nagyon-nagyon biztonságos. Ahogy mondtam, én a főtárolót biztonságos frissítésnek tartom, azzal nincs gond, de az Aurból például automatikusan nem szeretnék frissíteni, na, maradjunk ennyibe, hogy ezt nem szeretném úgy megtenni, azaz gyakorlatilag a pacman fog csak futni, nem a jaj vagy a paru, azt is futtathatod, de ott azért lehetnek problémák. Nézzük is meg, mi a következő gondolat, ki kell iratni. Természetesen kiiratjuk, enterezzük, és utána Ctrl-X-el kilépünk, és elmondta nekünk, hogy installing new crontab. Tapsolhatunk, nem tapsolok, jó? Nem vagyunk óvodába, de mindenki jó érzéssel eldöntheti azt, hogy bonyolult volt, nem. Eldöntött, hogy mikor fusson, vagy megjegyzett, hogy mikor, mit kell oda beírogatni, kis csillag, számok, melyik a nap, melyik a hónap napja, azaz, értitek? Vagy
az előbb ajánlottam egy honlapot, vagy kerestek másikat, ami ezt helyetted összerakosgatja ezeket a nagyon bonyolult kódokat, és utána igen, 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 odafigyelve beírod a parancsot. Arra azért nagyon figyeljetek, hogy egy-egy rootként kiadott parancs, amit beleteszel a crontabba, az mindenképp flottul működjön, ellenőrzés nélkül működjön, átgondolva legyen beírva, pontosan legyen beírva, mert nyilvánvalóan nem fog szólni a cron neked. Vannak olyan cron megoldások, amik azért ezeket jobban kezelik, de nem feltétlenül fog szólni a cron, hogy bocs, de hiba van. Azaz ide olyanok kerülnek bele, amik nagyon-nagyon leteszteltek, és megbízol bennük. Oké? Tehát ez automatizálni, csak olyat érdemes, amit valóban lehet automatizálni. És még van egy feladatunk. Állítsd le a videót, és gondolkodj el, hogy milyen feladatod van ezzel kapcsolatban, amit itt látsz. Miután egy picit vártál, gondolkodtál, elindítottad újra a videót, ha nem az a parancs jutott eszedbe, hogy exit, akkor jegyezd meg, belépsz, emelt jogú felhasználóként dolgozol, és exittel kilépsz. Nem becsukod a terminált, természetesen akkor is kilépteti a emelt jogú felhasználót, de maradjunk annál a szabályos kiléptetésnél, hogy exittel kilépünk, exit lefut, és azt mondja, hogy megkaptam a saját felhasználói jelzésemet, és ezentúl már sima, egyszerű felhasználó vagyok. A többi már rajtatok múlik, hogy mennyire és milyen mélységben ismeritek meg a cront, a crontab szerkesztését. Véleményem szerint ennyi időt, amennyit velem most eltöltöttetek, és ha odafigyeltetek, elegendőnek kell tartani ahhoz, hogy megismerd az alapokat, és hogyha fejlődni szeretnél, rengeteg cikk, manuál, leírás, tip, trükk, egyéb van a cronnal, a crontabbal kapcsolatban, így bizony érdemes ezt használni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek jó munkadelegálást, kidelegáljuk a feleslegesen időt húzó, favágó munkát a szegény kis cronnak, dolgozzon ő meg a pénzért, ingyen dolgozik, ingyen fut, így bizony, amit lehet, hagyjuk rá. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!